Felázott, rossz utakon ide tévedt kicsi ember. Reszketünk. Nem tudhatom én se, nincsen állam fegyver. S mi hívott? Meleg alom? Rejtett vacok közös rondja? Vagy csak a híg patanyom? S lesz-e barlang? Lesz-e horda? Vagy csak a nyíló kezek? Ez a félig kinyílt lélek, amiből nem ismerek csak annyit, hogy én is félek. Itt előttünk híres neves minden létező irodalmi fórumon publikáló. Minden létező irodalmi fórumon publikáló költő, tehát egy elismert jelentős kortárs költő a Mari. És akkor mindjárt én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy lesz valaki költő, mert azt hiszem, hogy tulajdonképpen szinte mindannyian írunk, én is írtam verseket, és néha most is eszembe jött egy-egy sor, amiből lehetne vers, de nem lesz. Nem tudom miért, de nem megy tovább a dolog. Hát de ez hogy létezik? Hát tulajdonképpen a költészet az az irodalomnak a legkikristályosodott a formája? Mert ott már csak a lényeg jöhet szóba, ott szép irodalom, amíg az ember el tud dumálgatni saját örömére, szépen, megformáltan, de a költő ezt nem teheti meg. Tehát ez tulajdonképpen egy kalóda, nem? Ebben teljesen egyetértünk, a legszebb kalóda a világon. Úgy képzeljük el ezt a költészetet, két kérdést tettél fel, tehát kettő választ fogok adni. Az egyik az, hogy a tehetség bármelyikünkbe, szándék nélkül, mint a ménkücsapás körülbelül úgy jött be. Nem tehetünk róla, hogy tehetségesek vagyunk, és nem tehetünk ellene sem, meg érte se semmit. Ez biztos. Aztán, hogy akinek ez a nyelvi adottság, mert itt erről van szó, ugyanúgy, ahogy a rajzosnál ugye a vizuális adottságról, vagy a táncosnál a mozdulatéról, itt ugye nyilvánvalóan grammatikai, nyelvi adottságról van szó, hogy ez a nyelvi adottság azután kinek a kezébe kerül, attól lesz egy olyan személyiség jeggyel is megáldott, vagy megátkozott helyzet. De ha összehasonlítanánk hirtelen az életmódokat, a származásokat, a csinálunk most hirtelen egy statisztikai táblázatot, amiben az, hogy honnan jön, mit tanult, kicsoda volt, jó ember volt-e, vagy gonosz, stb. Teljesen irreleváns, abszolút lényegtelen lenne mindaz, amit az ember életéről ott össze lehetne hordani. Ha a verseket nézzük meg, ott pedig Petőfitől, Baudelaire-ig, mit vagy a Cucurellitől, nem is tudom én, Homéroszig egy gyönyörű nyelvi színvonalat látunk, a valóság elmondva úgy tükröződik vissza azokban a versekben, hogy ráismerünk, hogy megszorítja a torkunkat, hogy fáj. A lényege a lírának az, és ennyiben teljesen egyetértek azzal is, hogy a líra valóban a királynője, a koronázatlan királynője a műnemeknek, amelyek ugye epika, dráma és líra, nem vers és próza és párbeszéd, hanem epika, dráma, líra. Tehát a sztori, a pillanatnyi jelenet, és a micsoda? Mi az a költészet? Hát a gondolat és az érzés. Csak gondolat és érzés oldalról közelítve. Ahhoz, hogy egy történet, vagy egy hely, vagy egy kép, vagy egy hangulat gondolattal és érzéssel legyen leírva, ahhoz tényleg hieroglifák kellenek, hiszen hát azért azt nagyon nehéz elmondani. Azt, hogy megy a biciklivel, és akkor ott hol köt ki, és mi történik vele, azt egyszerűbb elmondani, mint azt, hogy megy a biciklivel, és kicsoda ő így ebben a képben, ki ő, vagy mit akarok ezzel mondani, hogy ő megy a biciklivel. Én úgy szoktam a költészetet, ez a másik, ugye egy partalan dolog, kaloda, úgy szoktam apostrofálni, hogy fogok egy palackot, bele nyomom az üzenetet, ugye, és bedobom valahova, amit én ugye nem is látok, hogy folyó, vagy gödör, vagy micsoda. Eldobom. De amikor valaki megtalálja, ha egyáltalán megtalálja és kinyitja, akkor még mindig nincs vége a történetnek, ugyanis a papíron hieroglifákkal van az üzenet. Tehát eléggé parttalan ügy. Viszont ugyanaz a mákony van benne, ugyanaz a csoda van benne, ami a zenében, meg kell érteni ahhoz, hogy hasson. Érzelmileg, gondolatilag, hangulatilag, ráismerésileg, bármikor hathat úgy egy vers, hogyha az illetőt megkérdezem, hogy most miért szorult el a torka, és miért nem tud megszólalni ettől a verstől, nem tudom, de mintha én éltem volna ezt át, vagy pont így éreztem akkor, amikor, vagy erre gondoltam, amikor elvesztettem a kicsodát. Vagy, tehát hihetetlen nagy átélési lehetőség van, különösen intellektuális munka nélkül. Ezt a zene adja, és a költészet. Én szerintem két út van, van a tanulás útja, és van ez az eredeti felfakadó dal. Ez a két út
érvényes mind a kettő teljesen, viszont egyik sem biztosítja azt, hogy ha járod, akkor egyszer csak a verség jutsz, kizárólag, számomra kizárólag a meglevő, a szerencséből kapott, a kegyelemből kapott. Ebben én az amerikaiakkal értek egyet, akik úgy hívják a tehetséget, hogy a tehetséges gyermeket, ugye, hogy gifted child, megajándékozott gyermek. Szavakkal fogom elmondani azt, amit én az életről tudok, ez nyilvánvaló volt, hogy grammatikai ábrázolás lesz, ez nyilvánvaló volt. És ehhez egy elég jól iskolázott ember vagyok, akinek az a tévhite volt, hogy majd ő prózaíró lesz. Ez egy azért jó példa, mert ugye még azt is mondhatnám, hogy az iskolázottságból itt igazán kiforhatott volna valami. És nézd meg, hogy a tanítatás, vagy az, hogy nekem azt mondták 18 éves koromban, hogy mit tudom én, irodalomból 100 évben, ha egy tehetség születik ilyen, mint ez a lány, azonnal a bölcsészkarra kell adni, nappali tagozatos, de azt én el is végeztem, jeles magyar diploma, stb. És közben ez a prózaírói rászántság, hogy úgy mondjam, elszántam, prózaíró akartam lenni. Nem jött össze. Nincs hozzá elég talentumom, pedig nagyon közel vagyunk a másik kamrához, ugye? És akkor nem vettem észre azt, hogy kicsi koromtól írok verseket, dalokat, csak úgy. Nem vettem észre azt, hogy a zene halálosan fontos nekem, hogy a képszerűség nagyon fontos, hogy képes beszédbe beszélek. Nem vettem észre azt, hogy mindig egy lefestő módon, nem egy elbeszélő módon, tehát nem a cselekményt mondom, hanem a képet. Nem vettem észre azt, hogy összegyűlt szépen, hogy soha olyan lelkes és el nem öntött, ha véletlen bármiből felelni vagy írni kellett, mint amikor egy költőt kell elemezni, vagy egy költőről kell beszélni. Nem azt sem vettem észre, hogy a költőkről én úgy írok és úgy beszélek, hogy azt nézem, ahogy csinálják, nem amit csináltak már, hanem ahogy készült az, ami. Semmit ebből nem vettem észre, még a verseket sem. És akkor egyszer csak valamikor, mit tudom én, 40 tájt, leírtam 10 olyan verset, amire nagyon megijedtem, ezt nem tudom kellően hangsúlyozni, egy drámai, transzcendens, másvilági pillanat volt, mint akit az ördög kapott el egy pillanatra, és azt mondta neki, hogy na, ezt tudod, ezt most akkor ezzel kezd valamit, hogy te ezt tudod. Ilyettemben lerohantam, nem is volt telefonom ennyit a szegénységről, ilyettemben lerohantam a telefon fülkébe, felhívtam a legjobb barátnőmet, és azt mondtam, hogy baromi nagy baj van, iszonyú baj. Mi van? Azt mondja, beteg vagy? Vagy mi történt? Vagy tűzvész vagy? Költő lettem. Azt mondja, most értelmez, hogy baromi nagy baj. Ja, először azt kérdezte, olvasd el, amiért ezt hiszed, azt a vett. Mert mondtam, írtam valamit, amiről most már tudom, hogy ez nem vicc. És én kétségben vagyok, esve és félek. Felolvastam neki, azt mondja, hú, ez tényleg, akkor ő is megijedt. És akkor ezután megkérdezte tőlem, hogy miért mondom azt, hogy mekkora nagy baj van. Hát mondom, figyelj, én 40 éves vagyok, nagyjából egy megbecsült könyvszerkesztő, és kellően jól pozícionált értelmiségi szegény leszek. Nem tudni, hogy nem bolondulok-e meg, mert olyan határokon fogok járni az emberismeretben, és olyan dolgokat fogok megmutatni az ember lelkéből, amit én nem szerettem volna magamtól látni, én inkább behúztam volna a függöny, és ki tudja, hova vezet ez az egész. A Radnóti születésének a 100. évfordulójára rendezett irodalmi pályázaton, valamit nyertem is, valami szép oklevelet, meg dicséretet vele, akkor írtam, és emlékszem máig arra az élményre, hogy a Radnótival való foglalkozás nem tud túlmenni azon, hogy a búbánatba tudott még ott ő verset írni. Ez a borzasztóság, hogy tudta ő azt ott a sárba, vérbe, rugdosva, stb. Megtenni. Ezt a csodát nézzük újra meg újra, mi költők innen merítünk egyébként, gyáva módon, ahogy te mondod őt is. Radnóti egy ilyen úgynevezett, hát hogy is mondjam, erőadó példa ilyen szempontból, hogy de hiszen ott is a vers. Van egy ajánlás része, és van maga a vers. Gyilkos figyelj, költő esett el itt, kit megöltek, mert ő nem ült sosem. Tollából vers szivárgott, vers, igen. Szinte még a lövés után tarkóján a vér. Nem jött legyőzni őket, lám még túlélni sem. Veszett világodat meg nem dönthette, csak táncos, finom betűi jelzik, ahol hatalmad véget ér. És az addai kép? Megállni itt a töltés tetején, amit ma már a szürke kocka körborít, az úton, hol ringva jár a nap az öreg bazaltkövek hátán, s lesni, hogy kiválik a fényből az alak,
lehajtott fővel a komor köpenyek szárnyú gránitszobor, aztán csak állni szembe, s hinni, hogy kilép, ha csillámló hő száll föl a kőből, s megrezgeti szárnyas köpenyét. Aztán az utat figyelni, hogy remeg a kánikulában, s hagyni, hogy a hideg a szívhez érjen, míg körül lebeg a hő, mint lebeg érinthetetlenül messze fénylő, hőben rezdő szép, szelíd jövő. A jövőről van itt szó, ő oda vetette a horgont, amikor meg tudta ezt csinálni. Én nem tudnám ezt megcsinálni, csodálom és példának tartom. Ha találkozunk olyan emberrel, akinek kevesebb esélye van, mint nekünk, én elmondom, mit érez az, aki jó helyről jön. Felázott, rossz utakon ide tévedt kicsi ember, reszkedünk. Nem tudhatom én se, nincsen állam fegyver. S mi hívott? Meleg alom? Rejtett vacok közös rongya? Vagy csak a hígva a tanyom? S lesz-e barlang? Lesz-e horda? Vagy csak a nyíló kezek? Ez a félig kinyit lélek, amiből nem ismerek csak annyit, hogy én is félek.